Sziasztok! A Filmmakers Handbook könyvösszefoglalónk 5. részében a kamerák fényrögzítésével a kontraszttal fogunk foglalkozni, emellett megnézzük a digitalizálást, a bitmérséget, a videójelet, a gammát, a logot, valamint a RAW-t. Ne is habozzunk, csapjunk bele! Most nézzük meg legelőször is a kamerák fényrögzítését, valamint foglalkozzunk a tónus tartományokkal. A fény két típusa közül megkülönböztetünk úgynevezett incident lightot, valamint visszavert fényt. Ugye az előbbi, tehát ez a kifejezés egy jelenet esetén a napból vagy égőből direktben érkező fényre utal. Ugye a visszavert, ahogy a neve is utal rá, a tárgyakról visszaverődő fényt jelöli. A tónust, ami érzékelhetően a fekete és a fehér közötti körülbelül félúton található, ezt középszürkének hívjuk. Angolul middle grey. Ugye a várt 50% helyett ez valójában a 18%-át veri vissza a fénynek. Na most itt jegyezzük meg, hogy evolúciónk során a szemünk a középszürke körüli értékekre lett úgymond hangolva, hiszen a legtöbb bőrtónus, objektum, tájrészlet erre a tartományra esik. Ha egy fehér papírdarabot nézünk, például 90%-át veri vissza a ráeső fénynek. Ugye ami egy kamera számára már úgymond túlzottan is az. Ugye túlzottan az, ahhoz, hogy megfelelően rögzítse azt. Tehát mondjuk úgy, hogy a kamerának a dinamika tartományán túlmutat világunknak a tónus tartománya. Ugye a kontraszt maga egyrészt információ, de művészi szempontból érzelem közvetítő is. Ugye magára a kontrasztra úgy tekinthetünk, mint a világos és a sötét tónusok közti különbségre. Ugye nagy kontraszt, nagy különbség a két tehát véglet között. A tónusértékek tehát a sötét árnyékoktól egészen a világos, úgynevezett csúcsfényekig terjednek. Ugye közöttük pedig tehát a közép tónus található. Na most, ha megnézzük ezeket az ábrákat, akkor az első egy alacsony kontrasztos kép lapos, unalmas, mintha fátyol borította kép volna. Tehát úgymond ilyen tejfölös fekete, és lapos, szürkés fehér jellemzi. Ugye a második képet, főleg, hogyha a hármat egyszerre nézzük, tekinthetjük normálisnak. Tehát itt már értelmesebb, valódi feketéhez közeli feketét látunk, egész konkrétan sötét szürkét, és már a fehérek sem olyan tejfölös, lapos színűek. Na most a harmadik esetében, és ugye a második volt, tehát a közepes vagy normál kontrasztú kép, a harmadik viszont szemmel láthatóan egy nagy kontrasztú kép. És a lényegében már túlzottan is mondjuk úgy kiégettem fehér között. Na most ugye ezen kiégett fehér miatt, már jól láthatóan részleteket vesztünk a bőrtónusból. Most nézzük meg az alsó ábrákat. Ugye az A ábra Ugye ez egy kellő dinamika tartományjal készült kép, ahol mind a híd ugye, sötétebb része, mind a víz, és ugye lehetőség szerint az ég részletei is megmaradtak. Na most a B esetén, itt jó eséllyel a fénymérés inkább az égre történt, hiszen annak kvázi normális az expozíciója, de emiatt a sötét részeknél, ugye látszik itt a híd ezen részénél, már jelentős részletvesztéssel kell számolnunk. A C esetén ugye a kontrasztot emeltük meg. Ugye ezen jól megemelt kontrasztnál, mert ez a kétfajta járda szerkezet is elég jól elkülönül. Szemben mondjuk az előzőekkel, ahol szinte egybeolvad. Na most a D ábra. A D-be pici trükköt találunk. Ugye itt, ha bár a C módjára nagy kontraszttal felvett a fotó, de a világos fekete és a korom fekete részek nélkül került megjelenítésre. Ugye ez rámutat, hogy a kontraszt érzet, ami utóbbi esetén tehát alacsonyabb, az egyrészt a felvételtől függ, de a kijelző való megjelenítéstől is. Na most hogyan lesz a fényből digitális jel? Tehát a fény beérkezése a szenzorra. Ugye maga a kameraszenzor egy milliónyi, fényérzékeny, úgynevezett fotozitból álló rács tulajdonképpen. Ugye minden ilyen fotozit, mint gyakorlatilag egy kis vödör gyűjti össze a fényrészecskéket, tehát fotonokat. Ugye ez akkor igaz, tehát ez a gyűjtési folyamat úgymond, amikor a kamera zárszerkezete nyitva van. Na most, ha egy vödröt képzelünk el, ahogy az eső gyűjt, tehát esik bele az eső, akkor az eső az gyakorlatilag a fény. Maga a vödör, az pedig tehát ez a fotozit. És a vödröket pedig gyakorlatilag egyesével mérjük. Na most megjegyzendő, hogy a fotozitot a pixel fogalmával sokszor analógnak tekintik. De gyakorlatban valójában több fotozit, amely egy pixelt alkot. Tehát, ha a fényérzékeny kis egységekre gondolunk, akkor lényegében és összességében a fotozit fogalmát javallott használni. Na most a vödrös esőgyűjtős analógia szerint az üres vödör az a fekete, a teli vödör pedig világos fehér. Tehát a vödör lényegében a dinamika tartományt reprezentálja. Egész konkrétan a vödör kapacitása. Ugye tehát a fotozitok a képkocka fényesebb részein ugye több foton gyűjtenek. És emiatt Nagyobb elektromos töltést generálnak. Ugye ezt a részét a folyamatnak analógnak hívják, hiszen az egyes töltések nagysága az a belső fény világosságával analóg. Ugye miután a kamera zárja, kinyitott, majd bezárt, gyakorlatilag fotozitonként elektromos töltésmérés következik be, majd minden fotozitból úgymond kiürül a töltés, és készen áll, hogy a zár ismét kinyisson. Ugye az úgynevezett kvantálás folyamata révén az analóg digitális konverter digitális számmá alakítja a szóban forgó töltést. Ugye amikor visszanézésre kerül a rögzített anyag, akkor a digitális számokat kell látható pixelekké és videó jellé tehát visszaalakítani. Ugye ez pedig digitális analóg konverter végzi. Ugye, hogyha több fotozit van és tömörebben ugyanazon a területen, az pontosan feltárását biztosítja a jelenetnek. Ugye ez jelenti a formátumok közötti felbontás különbséget, vagyis egy Ultra HD felvétel több részletet mutat finomabb módon, mint mondjuk egy HD. Na most, ha megnézzük ezt az ábrát, akkor a felső esetében nagy pixelek találhatók. Tehát szokás is mondani, hogy egy ilyen felvétel az pixeles. Tehát nagy pixelek, de kevesebb pixel alkotja a képet. Ugye a középső már szemben láthatóan jóval több pixel található, így finomabb részleteket mutat. Na most az alsó egy érdekes eset. Ugyanannyi pixel, mint a középső esetén, de a 8 bit mélység helyett itt csupán 3-bites mélység található. Tehát a bitmélység 3-bit. Ugye az azt jelenti, hogy kettő a harmadikon árnyalatot tud megkülönböztetni. Tehát gyakorlatilag ez a kép az 8 árnyalatból áll össze. És ugye értelemszerűen jóval kevesebb árnyalat, mint az első kettő esetében, így jóval durvább átmenet a különböző világosságú, tehát tónusok között. Ugye a kamera az csak akkor gyűjti a fotonokat, amikor a zár nyitott. Ugye 24 FPS esetén minden fotozít 24szer kerül mintázásra másodpercenként. Tehát ugye 24 frame, azaz 24 képkocka másodpercenként. Ugye az ábra segítségével, tehát még egyszer összegezzük, amiről beszéltünk. Ugye rács mintázatban helyezünk vödröket a talajra, ugye vödrök, a fotózítóknak az analógia, melyek ugye különböző mennyiségű esővizet gyűjtenek. Ugye az esővíz pedig a fény analógia. Ugye teljesen üres vödör, az teljesen fekete képkocka, a teli vödör, meg már gyakorlatilag kiégett fehér. Tehát összességében sok beesett víz, világos kép, nagyobb töltés, kevés vödörbe lévő víz, sötét, és ezáltal kisebb elektromos töltés jön létre. Na most a jobb oldal a mérés precízségét mutatja. Ugye szemmel láthatóan precízebb mérés biztosít az alsó ábra. Ugye ami a lényeg a digitális formátum esetében, hogy itt ugye 2,5-re esik az érték, és digitális esetén egész számokat kell kapjunk, így gyakorlatilag kerekíteni kell. Tehát gyakorlatilag az E közé eső, tónus részletek, azok valamilyen módon valamelyik egész számhoz lesznek kerekítve. Tehát kettő vagy három közé. Tehát kettőhöz vagy háromhoz. Tehát így gyakorlatilag olyan tónusok, amelyeknek el kellene, hogy különüljenek, egy tónus kategóriába fognak tartozni. Ugye az alsó esetében ugyanez már egész számra esik. Egész számra esik, hiszen egy finomabb felosztást kaptunk. Ugye ez a felosztás, ez lényegében a bitmérség koncepciójára utal. Tehát ugye két bites rendszer, kettő a másodikon, az négy a skálán, négy tónus tud megkülönböztetni. Egy három bites már ugye kettő a harmadikon, kettő ször kettő ször kettő, az egyenlő 8, tehát 8 szintet tud megkülönböztetni. Ugye minél nagyobb a bitmérség, annál precízebben tudjuk mérni tehát a fényt. Ugye ez nem egyenlő a dinamika tehát ez nem arra utal, hogy a legsötétebb és a legvilágosabb között mekkora tartomány tud átölelni, hanem ezen tartományok között gyakorlatilag mennyi tónus tud megkülönböztetni. Tehát ezt erre utal a bitmérség. Ugye gyakorlatban a nagyobb bitmérség tehát az egymáshoz közeleső tónusok értékeit kevesebb hibával tudja biztosítani. Ugye kísérték esetén viszont az egymáshoz közeleső tónusok, tehát a kerekítések miatt, mint például az első esetben, egy tónusba fognak gyakorlatilag oldódni, egy tónust alkotnak. Most nézzük meg az alsó ábrát. Ugye a bitmérséklet szempontjából az első ábra a legkisebb bitmérsékletű ugye jól szimbolizálja az alsó lépcsős ábra, hogy gyakorlatilag ugye ezen a tengelyen egy jelenetnek a világossága látható. És ezek a lépcsők, hogy hány tónus tartományra ossza ezt az egész tartományt. Ugye, hogyha kevés lépcső van, akkor ahogy ez a szimbolizáló alak nagyot kell lépnie, tehát gyakorlatilag sok-sok elkülönülő tónus tartomány még egyszer tehát egy tónusba fog kerülni. Ezt jól szemlélteti az égen, ez a posteriorizációs effekt. Tehát gyakorlatilag ilyen sávokba jelenik meg a különböző világosságú részei az égnek. Na most precízebb a B, és egészen precízebb a C ábra. Ugye hosszú évekig a fogyasztói digitális videórendszerek tipikusan 8 bitesek voltak. Ugye amely szürke árnyalatos esetén 256 árnyalat különbséget jelent. Na most ugye RGB esetén amennyi variáció van, az ugye ennek a háromnak a szorzata. Ez gyakorlatilag az itt látható szám, tehát ennyi lehetséges színárnyalatot tud megjeleníteni. Egy 8 bites rendszer. Ugye egy 10 bites esetén, mivel már eleve színcsatornánként 1024 lehetőség, 1024 árnyalat van, ugye ennek a szorzatából egy még magasabb szám következik. Egy 12-bites esetében pedig ennél is bőven nagyobb. Ugye, ha példaként egy 16-bites rendszert is még megemlítünk, akkor már eleve csatornánként 65.536 árnyalatot különböztet meg. És ugye ez csak egy csatorna. Na most, ha egy jelenetet filmezünk, akkor ugye a fény az objektíven keresztül, tehát eléri a szenzort, ahol minden fotozit a korábban részletezett módon, tehát elektromosságot hoz létre. Na most, hogyha ezt az ábrát megnézzük, akkor gyakorlatilag ahogy nő a fényessége egy jelenetnek, ugye az árnyékoktól egészen a csúcsfényekig, ugye sötét árnyékok, világos csúcsfények értelemszerűen, egy darabig nem történik semmi. Na most van egy úgynevezett zajküszöbb, zajküszöb zaj érték, ahonnan tehát a videó level, tehát ez a videó szint, és lineárisan, ugye ez most nagyon alapeset, hiszen majd a későbbiekben látni fogjuk, hogy ez nem mindig így zajlik, de az nagyon alapesetben lineárisan a jelenet, tehát a felvett anyag világosságával elkezd nőni, tehát egy lineáris váraszt kapunk. Ugye egészen addig még el nem éri a dinamika tartomány felső határát, utána, tehát ezt a white clip levelt eléri, utána egységesen egy kiégett fehéret kapunk. Ugye itt ez azért is lényeges, mert a kiégett fehér, vagy mondjuk a teljesen fekete, hogyha nem éri el, tehát azt az említett zajküszöböt, vagy tehát ugye a fehér esetében kiégett fehér, white clip level fölötti, ugye erre utal az angol szó, hogy clipped, tehát úgynevezett clip, tehát clipped lesz a rendszerünk, akkor ezeket, már nem fogjuk tudni utómunka során használni. Tehát bármit csinálunk vele, hát érdemi fényelést, érdemi javítást már nem tudunk elérni. Ugye, mint már korábban azt kiemeltük, hogy egy 8 bites, 10 bites rendszer nem a végletek közti nagyság, tehát nem a dinamika tartományra utal, hanem hogy az, az adott dinamika tartomány hány árnyalat részre van felosztva. Ugye ezért lett példaként feltüntetve ezen az ábrán, mind a 8 bites, ugye már sokszor emlegetett 256 árnyalat, és a 10 bites rendszer, ami 1024 árnyalat. Ugye azért van itt 1023, korábban már mondtuk, de még egyszer, mert a nullát is beleszámoljuk. És úgy jön ki tehát az 1024, vagy 256 a 8 bites esetén. Na most milyen lehetőségek vannak a videó jel mérésére? Na most a histogram, ugye egy normálisan exponált téma, amit itt látunk például ezen csillag esetében az alsó ábrán, általában véve egy ilyen hegyhez hasonlatos alakzatot rajzol. És ez a hegyhez hasonlatos alakzat az lehetőség szerint középtartományhoz közel helyezkedik el. Ugye ez nagyon-nagyon általános, tehát ugye gyakorlatban egész érdekes képek is jöhetnek létre, úgy, hogy egyébként helyesen exponáltak. Hogyha egy kép, alulexponált, tehát magyarán mondva sötét, akkor ezeket a crushed blacks kapjuk, és a histogram tehát úgy fog kinézni, hogy gyakorlatilag az a hegy ki fog csúszni balra. Ugye ennek megfelelően tehát lesznek pixeleink, itt a csillagnak ezen a részei lehet látni, amik teljesen feketék. Még ugye a túlexponált esetében olyan részek, amikre a clipped ahogy említettük, klipt kifejezést használja az angol, tehát túlexponált, magyarán mondva kiéget lesz. Kiéget, mert egy teljesen fehér pixelt kapunk. Ugye a histogramon hogy is néz ki? Jobbra kitolódva, tehát a hegy gyakorlatilag le lesz úgymond vágva. Tehát ez a szimbolikus értelembe véve vett hegy. Magyarul kívül esnek pixelek a dinamika tartományon. Ugye a histogram esetében, hogy miért van hegy, az azt jelenti, hogy a pixelek nagy része, ugye mondjuk ebben az esetben, a felső normálisan exponált képen, az középtónusba esik. Tehát ahol a legmagasabb úgymond a hegy, abba ahhoz az árnyalathoz, ugye még egyszer, tehát középtónus, ahhoz esik a legtöbb pixel. Ugye, mint látjuk, még ebben a normális expozíció esetében is esik azért, ha nem is annyi, mint a középtartományba, de a csúcsfények tartományba is esik, tehát pixel az úgynevezett zebra indikátorról is egy picit. Ugye a zebra indikátor, ahogy itt látjuk, egy csikos mintázatot húz rá a képre. Ugye ezt akkor húzza rá, hogyha a 100%-ot közelíti, eléri, meghaladja. Ugye ez beállítástól függ. Tehát nekünk a túlexponálásra ad egyfajta indikátort, egyfajta segítséget ez a zebra. Így könnyen be tudjuk úgymond detektálni, hogy melyik az a része képünknek, ami tehát magyarán mondva kiégett. Na most a mérési lehetőségek közül van az úgynevezett waveform monitor. Ugye a waveform monitor és hasonlatos picit a histogramhoz, de amiben például kimondottan informatív nekünk, hogy ugye, ha megnézzük ezt a formot, tehát itt is nullától száz ig ugye száz százalék felett vannak a kiégett részek, nulla alatt a teljesen fekete részek. Tehát, amire a crushed black angol kifejezés használatos. De ami nekünk a lényeg, hogy ha van egy képünk, ugye ennek a felvételnek a waveform monitorját mutatja ez az ábra, akkor a kép jobb fele, a histogram jobb fele balfele, balfele, közepe, közepe. Így ugye ezen a Waveform monitoron információt kapunk arról, hogy egy képnek melyik része mondjuk túl exponált. Ugye persze ezen a képen könnyű észrevenni, hogy itt a lepedőn fordul el a kiégés. Amit tehát jól mutat a histogram. Melyik fele, jobb fele. Képnek szintén tehát a jobb fele. Na most a kamerától, tehát összegezve a kijelzőjék hogyan tart a folyamat. Ugye ahogy megbeszéltük, a fény, tehát elektromos jellé elektromossággá alakul, majd ismét fényé. Ugye? Ez pedig már, amikor a kijelző jelenik meg. Na most rendkívül fontos fogalom a gamma. A gamma meghatározza, hogy a kamera hogyan rögzíti a felvételt. Tehát lényegében egy átviteli transfer funkció. Egy úgynevezett optoelectrical transfer function. Majd az elektrooptikai transfer funkció segítségével pedig azt, tehát ugye itt járunk, hogy a kijelző hogyan jeleníti meg. Ugye mivel fontos fogalom, picit merüljünk el a gommába. Ugye a kamerák döntő többségénél egy körbét illesztenek a jelhez, miután az elhagyja a szenzort, amely segítségével tehát szélesebb tartományát lehet a fényességnek rögzíteni. Ugye úgy, hogy az ne legyen túl, vagy éppen alul exponált. Na most az 50-es évekbeli televíziók sajátossága volt, hogy a sötét részeket, még sötétebben a világosakat, még világosabban jelenítette meg a lineáris helyett. Ugye, hogy ezt orvosolják, a kamerák felvételei során az említett optoelektrikál transfer function segítségével, ugye ezt alkalmazva, amely az ellenkezőjét valósította meg. Ezt hívták gamma korrekciónak. A CRT monitorok esetén az árnyékok és a középtónust sötétítő válaszkörbe volt, így a kamerákat ennek ellensúlyozásával készítették el. Ugye ez ezen az áblán látható. Ugye lineáris esetben így történne, és így is történt a kijelzőn, hiszen ugye a monitoroknak, tehát ahogy említettük itt, középtónust sötétítő válaszgörbéje volt. Ugye itt, hogyha összekötünk egy pontot, akkor jól látjuk, hogy itt már mennyivel előbbre vagyunk az input esetén, és még lejjebb, tehát a sötétet videó jelet kapunk. És ugye, tehát ennek a monitor gammának, ahogy elmondtuk az előbb, ennek ellenensúlyozására állították be a kamera gammáját. Tehát az lényegében pont az ellenkezőt csinálja. Így végül lineáris eredményt kapunk. Ugye a CRT-TV-knél tartottunk, mikor ezek eltűntek, az új generációs HD-TV-k esetén is tehát megmaradt ez a gamma azért, mert számos létező kamera és felvevő egység ezt az említett funkciót használta. Ugye a standard gamma erre a Red 709-re hallgat, de ez egy korábbi standard, tehát manapság már nem ez, amely összességében világos, intenzív, relatíve szaturált színekkel dolgozik, tehát ezt lehet vele elérni. Ugye ez hírek, sportközvetítések esetén hasznos. És gyakorlatilag ezzel nőtte össze magát, úgymond tradicionálisan. Ennél újabb ugye a Red 2020, amely már az újabb generációs, Ultra HD kijelző gammája. Na most a Sign. Ugye a 90-es évektől megjelentek a HD kamerákhoz gammák, melyek több részletet biztosítottak az árnyék tartományban, és vagy a csúcsfények kiégését akadályozták meg. A Sony például a Cinematon Hypergamma vagy a Sign gammát, mint módosított gamma családokat vezette be. Na most nagyon fontos a log. Ugye a log sokkal nagyobb dinamika tartomány tőle át, mint például a korábban említett Red 709. Ugye egy tipikus, lapos kinézetű, de rengeteg tónusinformációt tartalmazó képet kaphatunk vele, tehát a loggal, amelyet ugye normalizálni kell. Ugye felvett anyagok esetén használatosak az úgynevezett lootok, ugye lookup table, erre a szóra utal, melyet sok kamera és kijelző is biztosít. Ugye ezek valóságosabb, élénkebb képet mutatnak az amúgy log móddal felvett felvétel esetén. Na most nézzük meg ezeket az ábrákat. Ugye a rec 709 esetén ugye meredeken emelkedik a görbe, így tehát egy kontrasztos, de limitált dinamika tartomány képet kapunk. Most nézzük meg az ábrákat. Ugye a rec 709 esetén, ugye ahogy növekszik a fény, úgy meredeken emelkedik a görbéje. Itt tehát egy elég kontrasztos képet kapunk. De, mivel hamar eléri a felső határát, így gyakorlatilag egy elég szűk dinamika tartományról beszélünk. Na most a sin A és a sin B, mint példák, amelyek közül a sin B, a gyakorlatilag ebbe a szuperfehér tartományba, ugye 109%-os érték is átmegy. És még a sin a ami bár a rec 709-nél nagyobb, de még ennél is nagyobb, tehát dinamika átfogással rendelkezik. Ugye, hogy az átfogás mennyivel nagyobb, erre tehát ezek a vertikális vonalak utalnak. Tehát látjuk, hogy egy sin B-nek mennyivel nagyobb az átfogása, mint mondjuk egy rec 709-nek. Az alsó ábra lényegében ezt próbálja megmutatni százalékosan. Százalékosan úgy, Ugye a REC709 lett 100%-nak véve. Ugye ehhez egy hypergammát, illetve a már említett és szóban forgó logot veti össze. Tehát azt hasonlítja össze a REC709-en. Jól látszik, hogy log esetén, és ez főleg a csúcsfényekre igaz, egy jóval nagyobb dinamika átfogást kapunk. Most összegezzük a lineáris, valamint a log közti különbséget. Ugye a kameraszenzorok ugye alapvetően lineáris módon reagálnak a fényre. Ha egy jelenet világosságát növeljük, akkor egy ábrán nézve a videójel azzal arányosan, tehát egy egyenes vonallal nő. Na most adott esetben ez is hasznos lehet, hogy ezt a lineáris response, vagy úgymond választ a lineáris emelkedésre, ezt a VFX, a vizuális speciális effektek esetén szokás használni. Ugye a probléma ezzel egy nem vizuális effekt esetén, hanem egy felvétel esetén, hogy túl sok adat jut a csúcsfény tartományba. Még ugye az emberi szem, ami és az nagyon fontos, nem lineáris, hanem logaritmikus, tehát logaritmikus módon érzékeli a fényt a szemünk, az kevésbé érzékeny a csúcsfényekre. Ezért a standard gammák, amik tehát lineárisak, problémásak a csúcsfény tartományban. Szemben mondjuk a loggal, ami egy jóval egyenletesebb elosztást biztosít. Ugye még egy rec 709 esetén kezni addig egy log esetén 14 rekesznyi dinamika átfogás is lehetséges. Ugye ahol problémás lehet a log, az, ha a kép alul exponálva van. Na most néhány videókamera a digitális mozivetítő esetén használatos DCI P3 gammát is biztosítja. Ugye ennek az az előnye, hogy amit a forgatáson látunk ennek a gammának használatakor, az a mozivásznon tapasztalhatót közelíti meg. Ugye persze, monitorok esetén is, hogyha ezzel szeretnénk dolgozni, akkor ezzel a gammával annak, tehát a monitornak kompatibilisnek kell lennie, hogy tehát precíz megjelenítést kapjunk. Ugye egyes professzionális videókamerákban van egy automatikus NI funkció, ugye ezt például a Rec. 709-nél már láttuk, hogy mi is lehet ez a né, Ugye mire jó az a né funkció? Ugye ez esetben a felső határhoz van állítva, ugye a white clip levelhez, de ha a csúcsfények ezt a szintet meghaladják, akkor automatikusan a ni-nek a határát lejjebb viszi. Itt az ábrán különböző gamma típusokat látunk. Az A ábrán a rec 709-es gamma beállítás látható. Ugye a kép kontrasztos, vannak tehát kiégett fehér részek, illetve egész sötét feketék. És ugye a részletvesztés elsősorban, ahol a problémája van, ahogy rámutattunk, lineárisabb rec 709-nek, tehát a részletvesztés a csúcsfény tartományban van. Na most, hogyha ebben az esetben a példában egy 82%-os nit adunk hozzá a rendszerhez, már is rengeteg kiégett tartományt kimélünk meg. Na most a C esetében egy kontraszt emelt gamma típust alkalmaztak. Ugye ennek elsődleges célja az ilyen típusú gammáknak, hogy jobban úgymond filmes hatása legyen az egésznek. Ugye ennek akkor van értelme, vagy akkor lehet szerepe, ha valamilyen oknál fogva teljesen kimarad a munkafolyamatból az utómunka, vagyis tehát jelen esetben a fényelés. Na most a D esetében egy úgynevezett flat, vagyis lapos profilt kapunk, amely egy kiteljesztett dinamika tartományt jelent, mint ugye a csúcsfények esetében, mint az árnyékok tekintetében. Ugye ez a tejfölös érzetű, fakóan ható profil értelemszerűen nem arra való, mint a C, hanem pontosan arra, hogy majd utómunka során jóval több dolgot ki tudjunk belőle hozni. Na most egy gyakoribb, tehát CMOS szenzoron minden fotozit fényt és méri a fényerősséget azon a ponton. Ugye a színes filter, ami biztosítja, hogy annál a fotozitnál csak azaz egy színű fény érje el a fotozitot. Ugye erről már szó volt korábbi előadásunkban. Ugye a legtöbb szenzoron a színszűrők az úgynevezett Bayern mintázat szerint rendezettek el. Azaz kétszer annyi zöld van, mint piros, illetve kék. Ugye a fotozitok által beengedett szín még nem elegendő a szín leírásához azon a képrészleten, hiszen minden szín ugye piros, zöld, kék keverékéből jön létre. A de -Bayer folyamat révén, vagy demozaiking, a szomszédos fotozitok együttes kiátlagolásával történik a pontos meghatározása a színnek. Ez ugye minden pixelre igaz. Na most minden kamera esetén a folyamat ugye hasonlóan kezdődik nyers adatgyűjtés fotozitónként a szenzoron, és minden kamera ugye képes a debuyering folyamatra is. Ugye a debuyering után a kamera egy normál jelet képez, amit videónak hívunk. Viszont néhány kamera esetén a debayering előtt a nyers szenzoradathoz férhetünk hozzá. Az adat rögzítődik ugye a RAW Ugye maga a debayering pedig később történik. Ugye ez a módszer tengernyi lehetőséget nyújt az utómunka során, ugye például egy Blackmagic kamera által felvett RAW file esetén láthatjuk, hogy mennyi mindent be tudunk előzetesen állítani. Tudjuk állítani tehát az expozíciót, de gyakorlatilag teljesen beállítható a színhőmérséklet, ugye a már korábbi előadásban bemutatott tintértékre is igaz ez, de gammával kapcsolatos beállításokat is, szaturáció, kontraszt, vagy éppen a white, illetve black level. Na most akkor lényegében mi is ez a raw? Ugye a raw az egy file -típus, ami minden fotozitról adatot rögzít, és a debayering és a feldolgozás pedig az utómunka során kerül elvégzésre. A raw file tehát nem teljesen feldolgozatlan, nem közvetlenül a szenzorról származik. A szenzor analóg jele digitalizálásra kerül lineáris módon, de a videó kódolása és a gamma görbe hozzáadására nem kerül sor. Ugye a ró tehát nem videó. Ugye maguk a rók 3 az egyhez tömörítéssel gyakorlatilag veszteségmentesnek tekintetők. Na most egy redcode ró, ugye ez egy R3S kiterjesztésű fájl a RED kamerákhoz kötődik, tehát az például 2 az 1 től 22 a nullához tömörítési lehetőséget is biztosít. Na most megjegyzendő, hogy a videószenzorok fix érzékenységűek, és ha az izót vagy ugye a gént állítjuk, akkor nem lesz a szenzor érzékenyebb, csak a kép feldolgozásra hat a szenzor után gyakorlatilag azt állítjuk, hogy mennyi dinamika tartomány terjed ki a middle gray alatt vagy felett. Na most a digitális videókamerák alapvető feladatairól. Minden digitális kamera a következő alapfeladatokat látja el. Képet rögzít a szenzorra, a szenzoron fotozitokon méri a piros, kék, zöld fény mennyiségét, feldolgozza és tárolja ezeket az adatokat, valamint lehetővé teszi, a felvétel visszajátszását. Ugye újra kreálva a piros-kék-zöld relatív értékeit, így a monitor ki tudja jelezni a képet. Ugye a legtöbb mai digitális kamera úgynevezett komponent videót rögzít. Begyűjti a három RGB jelet a szenzorról, digitalizálja őket, feldolgozza, ugye majd ignorálja a felét, vagy akár kétharmadát a színadatnak, hogy egy könnyebben tárolható videó jelet képezzen. Ugye egyúttal ezzel az átvitelt is megkönnyíti. A három színjel RGB, a kivitel előtt monokróm luminancia jellé, ugye ezt jelöli az Y, amely a kép fényereit reprezentálja tehát, valamint két szín különbség jellé kerül alakításra. Tehát ezzel alakítják. Ez az R-Y, B-Y. Na most, amikor a jel a kameraszenzorról feldolgozásra kerül az úgynevezett chroma subsampling folyamata révén, akkor a szilvfelbontás lecsökkentésére kerül sor. Na most vegyünk 4 pixelt egymás után. Ugye egy 4 4 4 digitális videórendszer esetén 4 darab y, ugye ez a fényességre utal, valamint négy Ugye CB és CR van, ez pedig ugye a színinformáció. Ugye ezért ezért van az, hogy ez, tehát az a 444-es verzió teljes színfelbontást jelent. Ugye lényegében a komponent 444 a felső kategóriás videórendszerek esetén jellemző. Ilyenek például a filmszkennerek. Ugye az RGB videó esetében mindig 444-es, hiszen minden pixelt az RGB reprezentál. Na most nézzük meg a 4-2-2-es rendszert. Ugye a szürke árnyalat esetén ugye a fényességre utalóan nincs különbség, a színeknél viszont már van. Ugye egy pár szomszédos CB, valamint CR pixelt átlagolunk együtt. Ugye itt lényegében tehát feleződik a színfelbontás, tehát négy helyett ugye kettő, de ugye a fényesség marad. Na most érdekes módon ez még észrevehetetlen a szemünk számára. És ugye ez alatt van a 4 2 0 rendszer. Ugye itt Y és CR képpontok váltakoznak a szomszédos vonalakon, az Y és CB karakterrel. Ugye ezer rendszer után jelent meg az ic -TCP, ugye ez egy újabb formája a szinkódolásnak. Ugye ezeket lényegében a HDR-ekre terveztek, amely széles színskálával rendelkezik. Ugye ez lényegében az emberi látórendszert utánozza egy intenzitásra és két különböző szintartományra vonatkozó értékekkel. Ebben a videóban lényegében ezeket szerettük volna megosztani veletek. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!